Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Horváth Csaba, az MSZP főpolgármester jelöltje. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, és boldog új évet! Önnek is boldog polgári új esztendőt, mert még az idén találkozunk még egy új esztendőre, majd úgy szeptember táján. Tehát jó az, akinek kétszer van, akkor kétszer is van esélye, hogy jó lesz. Az világos, hogy megköszönjük, hogy korán reggel felkelt, hogy bejöjjön hozzánk. Az viszont nem teljesen világos, hogy miért ön a lapok főszereplője. Nézzük akkor először, azt mondja a Magyar Idők, mit mond a Magyar Idők, sok a bizonytalanság az előválasztás körül. Ez már frajdi, hogy elnök választás, hát nem elnök, hanem főpolgármester választás körül. Miért is van ez? Hát és van-e tényleg bizonytalanság? Valójában nincs. Azért szögezzük le, hogy hol jelent meg ez a Magyar Időkben. Látom, hogy egy másik labba, talán a Magyar Hírlabba. Az majd szintén mindjárt oda eljutunk. Értem, itt erről csak, hogy... ennek az alcíme az, hogy Puzsér Robert visszalépésével számolnak a szocialisták. Igen. Hát ő nem volt még stúdiónk vendége, nem is biztos, hogy lesz. Majd megnézzük, hogy elérhető vagy nem elérhető. Idáig még nem volt, igaz, nem is kerestük. A szocialisták arra számolnak, hogy ő visszalép. Az LMP viszont teljes mellszélességgel beállt mögé. Tehát ha valaki mögé, valaki már beáll, akkor az nem biztos, hogy független, vagy én látom rosszul? Nem, jól látja, de azért fontos, hogy hol jelennek meg ezek a hírek, amelynek az igazságtartalmával... Itt van három lap, és mind a három lapban valami megjelent. Amelynek egyébként az igazságtartalmával nem vitatkozom, én egyetértek ezzel az állítással. A valódi kihívó személye az február 3-án el fog dőlni. Tehát aki az előválasztást megnyeri, és elkezdi a munkát, és ez első menetben fog tartani az Európa Parlamenti választásokig, ott meg fog épülni az az erős Budapest Szövetség, a jelölt és a város között, amire szükség van. Én is azt gondolom, hogy ezzel az indulás el fog dőlni, és a többi jelöltnek be kell látni, hogyha nem Tarlóst is a Fidesz akarják segíteni, akkor más módon kell majd támogatni. Most bocsánatot kellene, hogy kérjen a Magyar Időktől, hisz a kép aláírás, hogy jelleg Horváth balra, tehát itt a kép bal oldalán, az egyetlen biztos résztvevő. Igen, de én a címre reagáltam, hogy azért... Én meg a tényekre. Egyébként tényszerűen igaz, tehát ez is ritka, hogy az újság tényszerűen igazat állít ebben a vonatkozásban. Na akkor nézzük, mert ezek szerint a Magyar Időket nem szereti, abár tényszerűen írtak arról, amit írtak. Itt már a címlapon láthatjuk. Vagyjuk is talál szemet. Hogy itt vannak érdekes dolgok a Magyar Hírlapban, és akkor a Magyar Hírlap azt állítja, hogy önök verekszenek, egymást ütik az ellenzéki összefogásban. Kivel verekszik? Ezt viszont nem látom. Tehát míg a Magyar Idők ebben az értelemben most korrekten tárgyilagos volt, értelmezni se tudom a Magyar Hírlapot. Egyébként úgy tűnik, hogy ez lett a radikális a fideszes portfóliójában, a radikális lap, ami olyanokat is kimond, ami egyébként bugyotaság és hamis hír. És ez... Jelenleg egyébként pont a rabszolgatörvény az, ami az utcán is egy ernyő alá kényszeríti, vagy talán nem is tűnik ez nagyon kényszernek. Rabszolgatörvény, amit a Magyar Parlament másképp hív, önök az ellenzék nevezte. De a köznyelv, a népnyelv viszont rabszolgatörvényként éli meg azokat a nehézségeket, amit a jövőben a kormány akar a munkavállalók nyakába sózni. És ezért is szerintem ez erre próbál reflektálni, hogy ehhez képest, hogy az ellenzék tényleg egy teljes összefogásban van, az MSZP-től a Jobbikig bezárlag és köztelévő mindenki, ehhez képest próbálnak olyan címekkel operálni, hogy az ellenzék egymást üti. Én nem látom ennek még a nyomait sem. De mondjuk az tény, hogy Tarlós kívülként 2010-ben alul maradt Horváth Csaba, 2014-ben belső puccsal próbálta megszerezni a város. Hát ezek értelmezhetetlen mondatok. Az tény, az hogy 9 évben... Belső puccsal... Ezt nyilván az újságírótól, akinek ez volt a feladat, hogy írjam valami nagyon grandiózusat, kell megkérdezni. És most viszont videóüzenetben hívja a fővárosi. Ez viszont tényszerűen igaz, hogy a Facebookon közzétettem néhány napja egy videót, amit több mint 160 ezre láttak. Tehát ez tényszerűen igaz, amiben a város jövőjéről. Macskakövek lesznek a város jövőjében? Macskakövek? Igen. Hát ezek a nehezen járható.
múlt századi maradványra. Nem igazán terveztem a macska kőszaporítását. Oké, és felszámolását? Nem teljesen, tehát azért a macskaköves burkolat, hogyha ennyire részletesen a szakmába megyünk, bizonyos tradicionálisabb városrészekbe, sétáló utcákba van helye, bár ott is óvatosan, mert bár a hölgyeknek kimondottan kellemetlen, babakocsival kimondottan kellemetlen, kerekesszékkel kimondottan kellemetlen. Tehát, akkor kinek kellemes a szemnek? Nem, aki rakja, aki nagyon sok pénzt keres azon, hogy macskakövet vagy éppen viakolort helyez le minden felé a városban. A nagy felújítási programok... Tisztában van az a főpolgármester úr jelölt, hogy az átlag életkora a Budapest utcáin közlekedőknek mennyi? Hát közelebb a 65-höz, mint a 20-hoz. Oké, akkor én mindegy 66 éves kopasz öreg zsidó elmondom önnek, hogy ha nem sántikálnék, akkor is nehéz lenne ezen a kövön menni, és ahol lehet a világon megszüntetik, illetve teljesen szintbe hozzák az ember élve túlélje. Nagyon őszintén 49-es férfiként magam is szívesebben járok egy sima útfelületen. Mi a helyzet Karácsonyi Gergely és ön között? Ő a Párbeszéd társelnök, ez zuglói polgármester, és majd eldönti, hogy magának milyen szerepet számoz előválasztáson. És boxolnak, vagy sárbirkóznak? A helyzet az, hogy nagyon korrekt szakmai kapcsolatban vagyunk. Ő alapvetően helyi önkormányzati érdekekben, tehát zuglói érdekekben szokott politizálni, mint polgármester, és a nagy politikában van jelen. Sermer Ádám a liberálisok főpolgármester jelöltje, egy nagyon szimpatikus fiatalember, és mindig a lényegről beszélt, és magáról még egy rossz szót sem mondott. Mi a véleménye az ő programjáról? Nem láttam azt a programot részleteibe, tehát inkább kommunikációt láttam Sermer Ádám részéről, én sem tudok rosszat mondani róla. Az nyilván egy érdekes felvetés, de én ezt pozitívumnak tartom, hogy egy nem valódi politikai mérhetőséggel rendelkező párt és annak főpolgármester jelöltje. Ez rosszabb, mintha rosszat mondaná. Nem, milyen eséllyel indult? Nyilvánvalóan ő is tudja, hogy magán a főpolgármester jelöltségen ő nem fog túljutni, de az, hogy egy előidőszakban, és most tekintsük úgy ezt a nagyjából májusig terő időszakot, mint egy előidőszak, és az előválasztás az persze egy bizonyos személykérdést majd lezár, ugyanakkor a várossal kapcsolatos szakmai és politikai kérdéseket ettől még nyitva hagyja. Tehát ezzel egy időben, és ezt követően azért jön egy nagyon színes program vita, ami azért a budapestiek fejében benne van, mint érdeklődés, hogy oké, ismerjük Tarlós Budapestjét, ahol több a kockakő, mint a sima útburkolat, egyébként beépítik a Városligetet, egyébként most költözött be Orbán Viktor a 3 milliárd forintba kerülő dolgozószobájába, azért most így laikus városi polgárként lehet, hogy még engem is érdekelne. A magyar nyelvtan hogy... az nagyon gazdag. Nem Orbán Viktor költözött be, hanem a miniszterelnök. Bocsánat, személyesen Orbán Viktor költözött be a hát saját dolgozat. Minek utána őt választották én meg értem, miniszterelnök. De azért az mégis... Tetszettek volna győzni, akkor értem, ha ön lenne a miniszterelnök, akkor ön költözne. Értem, de ha mondjuk például ön lenne a miniszterelnök, őről nem tudom elképzelni, hogy 3 milliárd forintért a személyes dolgozó szobáját alakítanák ki, és nem tudom őről elképzelni, bár ennyire nem vagyunk napra készek egymásba, hogy mondjuk nagyjából 70 kiló aranyat, tehát effektíve 70 kiló aranyat tennének egy dolgozó szobába, különböző burkolatok formájába. Na most, ha ez így igaz ebben a formában, hogy 3 milliárdba került csak a miniszterelnök dolgozó szobája, azért az néhány kérdést fölvet. Például az, hogy aránytalan mondjuk a pedagógusokra, az ápolókra jutó figyelem, alacsony szintje, és mondjuk a miniszterelnöknek a saját személyes kényelmére vonatkozó igény szintje, és ez felháborító. Én felvételekről láttam, viszonyítva sok miniszterelnöki dolgozó szobához. Csak azt nem mondja, hogy puritán, mert azért 3 milliárdért puritán dolgozószobát... Én a 3 milliárdos számlát nem láttam. Vagy ellopták, tehát ez is viszont lehet, hogy maga a szoba nem tartalmazza, csak egy számla. Két cellából van összenyitva, kolostori cellából, nem más cellából. Műtárgyak vannak benne, amit nem megvettek, hanem a múzeum adott kölcsön, úgyhogy én nem látom a 3 milliárd forintot, biztos az építkezésben van. Hát akkor Márkos László szavait idézve, aki egy híres színész volt, és volt egy kabaré jelenet, akkor viszont mi került abba a dolgozószobába 3 milliárdba?
én nem is láttam, meg nem is hallottam ezt a 3 milliárdot, de hát mindenre ezek megjelent, valami megjelent híradások újat. Voltak, igen. Tarlós István újrázik, újraindul, és itt egy nagyon érdekes cikk van, ahol őt is idézik az önhöz közel álló Szociáldemokrata napilapban, amit már 1873-ban megalapítottak, azóta is megjelenik sok-sok hirdetéssel. Lerongyolódottak a hulladékosok. Mit tud erről mondani? Az ön programjában hát is ez egy gyönyörű történet. Budapest szemétdíja az korábban azt a célt szolgált, hogy elvigyék a budapestiek lakása elől a szemetet, szelektívet és normál szemetet, és ebbe be volt építve még a szemétdíj egy része, amelyből takarították a várost. Na most az államosítás, mert ugye államosították ezt a feladatot, azt eredményezte, hogy a pénzünket elvitték, tehát amit nem csak az adónkat viszik el, hanem a befizetett szemétdíjunkat is, és annyival kevesebbet adnak vissza, hogy már a szemét elszállítására sem jut elég pénz, sőt, az utcai takarítást pedig lecsippentették róla. És akkor ehhez képest még ezt a pénzt, ami egyébként az éves szemétszállítás díja, tehát a szolgáltatás díja, azt viszont nem fizetik ki magának az FKF-nek. Tehát ez jelenti a lerongyolódott hulladékosok esete. Vissza fogjuk menni a szemétszállítást. Tarlós is elkezdett valamit most hablatyolni, magyarázni, mintha a kormánnyal lenne valamiféle megállapodása, de ez túlzavaros ahhoz. Akkor hát nem mondunk egy idős emberre ilyet, hogy hablatyolni. De túlzavaros ahhoz a történet, hogy ezt komolyan lehessen venni. Jön a kampány, nyilván Tarlósnak a legnagyobb kudarcaival kapcsolatban a kormány segít kommunikációs mankót adni, amit nem vesznek komolyan. Tehát maga mögött is van egy pár, ön is kaphat kommunikációs mankót, ha mankóra van szüksége. Hát nekem a budapestiek támogatására van szükségem, amit viszont meg fogok hálálni azzal, hogy igazat fogok mondani, és igazat fogok csinálni. Mit tudott mondani ezen a képen? Egy kép az ezer szó, megmutatjuk a kamerának, mert itt látunk két főpolgármester jelöltet, a kamera rázumolt, sikerült. Mit tudott mondani a beszélgető partnerének Karácsonynak, hogy ilyen komoly lett? Éppen azt mondja neki, hogy hiába próbálkozol, én fogok győzni, vagy mit? Ezt nem tudom, ez szerintem az országgyűlési kampányban készült valahol egy közös fellépésünkön. A bordás falból, ami a háttérben látszik, sem tudtam megállapítani, hogy ez melyik helyszín volt, de valami iskolai helyszínnek tűnik. És azt írja, hogy elindult önök között a párbeszéd. Miért idáig nem beszéltek? Dehogy nem. Na most önök egy pártszövetségben vannak. Így van. Erre szokták mondani, hogy győzzön a Jobbik ön szerint, és most felejts el, hogy ön az egyik a kettő közül. Melyiküknek van nagyobb esélye? Mennyire ismeri Karácsony, hogy mi történik a fővárosban? Sokan azzal vádolják őt, hogy nem igazán jár be a közgyűlésre. Ő maga sem állítja egyébként, tehát ő ebben nagyon tisztességes, egyenes, hogy ő beismerten nem foglalkozott eddig a fővárossal, Zuglóval és az országos politikával foglalkozott, ezzel együtt ő egy szimpatikus és népszerű politikus, tehát az legitim, hogyha ő egy ilyen megvérettetésen elindul. Az a feladat, ami egyébként előttünk van, és most már ugorjunk egy picit az időbe, tehát az a főpolgármester, akit ellenzékiként megválasztanak jövő októberben, aki Tarlós helyett érdemben fogja képviselni a budapestiek érdekeit, az egy nagyon-nagyon harcos szerep lesz. Tehát ott nem Orbán Viktor kegyelméből, ahogy Tarlós időnként egy-egy morzsát elkap az asztalról esve, kell eredményeket mutogatni, hanem bizony ki kell harcolni, mert a budapestiek befizetik a napi 20 milliárd forint adójukat, amiből 3-4% is alig kapnak vissza, szemben azzal, amire szükségünk lenne, tehát azt a szolgáltatási szintet, hogy a szemetet elszállítsák, hogy tiszta legyen az utca, hogy a kátyukat betömjék, hogy ne macskakővel tegyék tele a várost, hogy ne füstokádó buszokat szerezzenek be. Ugye legutóbb, ha jól emlékszem, 15-16 éves buszokkal próbálták frissíteni a buszok átlag életkorát Budapesten, hanem elektromos buszokra kell cserélni valamennyi járművet. Azért ezek azok a kihívások, amelyek annál többet igényelnek, mint hogy az ember nagyon szimpatikus állófogadásokon részt vesz, és mondjuk mond egy tosztot. Kedves nézőim, pontosan 4 perccel túlbeszéltük az összes főpolgármester jelöltet, úgyhogy 4 perccel tartozik, legközelebb annyival kevesebbet beszélgetünk. Horváth Csabát, az MSZP főpolgármester jelöltjét látták és hallották. Itt folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen. Most előzetesek, és már is következik Paludjai István, a Tudományos Újságírók képviselője. Tartsanak velünk!
Thank you.